A növények permetezését szimulálja ez a szerkezet. A régi technológiával szemben ez egy precíziós eljárás. Két pécsi cég együttműködésével alkották meg ezt a gépet. Növényvédőszer csökkentési tendencia van az egész Európai Unióban. Nem csak az Unióban, gyakorlatilag a világon, de az Unióban ez különösen hangsúlyos. Ezt az Európai Zöld Egyezménynek a formájában meg is fogalmazták, és mielőtt egy kicsit fölvizezték ezt a dolgot, 50% növényvédőszer csökkentés volt előirányozva egészen 2030-ig. Na most ezt a növényvédőszer csökkentést megvalósítani nem olyan egyszerű, mert a növényeket, gyakorlatilag a gyomnövényeket vagy a káros növényeket el kell találni. Ebben segít ez a különleges permetező. Ennek az a feladata, hogy eltalálja a célfelületet. Tehát, hogyha nézitek a mozgását, akkor lehet látni, hogy a fúvókákat szimbolizáló kis világító, kéken világító dolgok, az tulajdonképpen maga a permetlének a szimbolizálása, az mozog, elől a gép méri a növényeknek a magasságát, a magasságból megsatszolja a méretet, és úgy mozgatja a permetlé fúvókákat, hogy egyenesen rákerüljön a permetlé a növényre. A kisebb egyedekre kevesebbet, a nagyobbakra többet szór. Ahol pedig nincs növény, oda egyáltalán nem jut a szerből. Ezzel a korábbi felületi permetezéshez képest 80%-os megtakarítást tudnak elérni. Az Z-Elektronikával közösen fejlesztették ezt a szerkezetet, akik még egy másik fejlesztést is hoztak a bemutatóra a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába. A képernyőn az ADPA berendezést látjuk, ezt a Farmakológiai Intézettel, Pécsi Tudományi Egyetem Farmakológiai Intézettel együtt fejlesztettük ki. Ez elsősorban gyógyszerkutatás területén használatos berendezés, és itt is főként az alapkutatás célozza meg ez a berendezést támogatni. Tulajdonképpen a gyógyszereknek a hatásmechanizmusát lehet vizsgálni, és egyfajta fájdalom erőmérős történik a kísérleti állatokon. Cél, hogy minél hatékonyabb fájdalomcsillapító anyagokat találjanak a kutatók. Ebben segít ez az automatizált rendszer. A helyi iparkamara kiállításán 10 pécsi baranyai cég mutatja be, hogy az ipar és a kreativitás, illetve a formatervezés szorosan összetartozik. Ez azt jelenti, hogy még azok a cégek is megjelennek, akikről nem gondolnánk, hogy formatervezéssel, dizájnnal foglalkoznak. Mert mondjuk egy gépberendezést, vagy egy gépgyártó berendezést gyárt. Hát a fene se gondolná, hogy ahhoz dizájn kell, formaterv kell. De ezt meg kell értsük, hogy ma formaterv nélkül nem lehet eladni szinte semmit. Természetes, hogy a belbecs az fontosabb, de hát a külcsíny legalább olyan fontos. Mondta korábban a kiállítással kapcsolatban a főtitkár. Az ipar kreatív elnevezésű kiállítást október 30-áig láthatják az érdeklődők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében.